előző epizódban összefoglaltam a medvék általános tulajdonságait, jellemzői. Ismertettem a két legnagyobb termetű medvefajt, a barna medvét és a jeges medvét, valamint az amerikai fekete medvét és a pandát. Hogyha még nem láttad ezt a videót, akkor érdemes megnézned, hogy teljes képet kaphass a medvék világáról. A mai részben négy, szerintem kevésbé ismert medvefajról lesz szó, melyek átlagosan kisebb testűek, mint a barna medve vagy a jeges medve. Ám szerintem a legkülönlegesebbek közé tartoznak. Néhányuk életmódja nagyon eltér a többi fajétól. Nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk is bele. Sziasztok! Én Norbi vagyok, és ez itt a Wild Nature. Ismertetett négy medvefaj mindegyikére alapvetően jellemző a fekete alapszínezet, valamint hogy mindegyikük kitűnően mászik fára, és idejük jó részét a lombkoronában töltik pihenéssel és táplálkozással. Mind a négy faj alapvetően minden evő életmódot folytat, azaz növényi és állati táplálékot is fogyaszt, túlnyomóan növényi étrenddel, ám egyikük messze menően specializálódott a termesz és hangyafogyasztásra is. A három kisebb ázsiai medvefaj közül az egyik az örvös medve, mely a legközelebbi mai élő rokona az amerikai fekete medvének, melyről az előző részben már részletesen beszámoltam. Tőle legkönnyebben kerekded nagy füleiről, a nyaka körül elhelyezkedő sörényszerű szőrzetről és a mellén található gyönyörű, hófehér vagy sárgás árnyalatú, v alakú merfoltról lehet megkülönböztetni. Emellett a feje is szélesebb és kerekdedebb, mint amerikai rokonái. Az örvösmedve a barna medve után a második legelterjedtebb medvefaj Ázsiában, Irán délkeleti részén, Pakisztánban, a Himalája déli lejtőin, ezen felül Burma, Kína, középső és déli része, Tájföld és Oroszország délkeleti csücske, valamint Japán főszigete és a Kínához tartozó Tajvan szigete is elterjedési területéhez tartozik. Ennek megfelelően az örvösmedve nagyon különböző klímájú területeken előfordul, úgy, mint hegyvidéki örökzöld erdők, az északon található babérlombú monszunerdők és trópusi esőerdők is. Kitűnően mászik fára, sokszor a fákon épít magának fekhelyet, ahol vagy pihen, vagy a környező ágakon gyümölcsökkel táplálkozik. Az Amur folyó vidékén, tehát Oroszország délkeleti csücskében és Kína északkeleti részén téli pihenő állapotba merül, még elterjedésének többi részén Melegebb tájakra vándorol a télbe köszöntével. Elterjedésének bizonyos területein együtt él a barna medvével és a később ismertetett malájmedvével is. Kisebb mérete ellenére nem lebecsülendő a testi ereje és az agresszivitása sem. A 60-as években a Pécsi állatkertben megtörtént, hogy egy gondozó takarításkor a medvéket elfelejtette bezárni, elkülönítőjük be. Az egyik medve meg is támadta, és torkon harapta az illetőt, aki azonnal bele is halt a helyszínen a sérüléseibe. Állatosan az örvös medve manapság veszélyeztetett faj, ugyanis a kínai hagyományos orvoslásban a medve epe nagy kincsnek számít, amit rendszeresen használnak is. És ezért rengeteg medvét kis ketrecekbe kényszerítenek, ahol időközönként lefejik az epéjük tartalmát. És borzalmas körülmények között élnek ezek az állatok olykor évtizedeken keresztül. Ám de a jó hír, hogy manapság több olyan szervezet is létezik Ázsiában, melyek ezen telepek felszámolását tűzték ki célul, a faj megmentésével egyetemben. Szerintem nem az óriás panda a legkülönlegesebb medvefaj, hanem az India, Nepál és Sri Lanka dzsungeljeiben és szavannáin élő ajakos medve. Nagyon érdekes, hogy az ajakos medvét régen lajhármedvének is nevezték, ugyanis több száz évvel ezelőtt ezt a fajt még a nyugati világ nem ismerte, és amikor az első bőrt megküldték Indiából, akkor azt gondolták, hogy egy új lajhárfajról van szó, az állat hosszú karmai, és miatt. Az ajakos medve igen hasonlít az örvös medvére, mert színezete ugyanúgy fekete, és a mellén újfent egy V vagy U alakú fehér rajzolat látható. Ezeket leszámítva azonban nagyon különleges testfelépítésű medvefaj, ugyanis a koponyája jóval hosszabb barokon fajoknál lezárható orlebenyei vannak, ajkai igen nagyok és mozgékonyak metszőfogai a felső állkapocsban középen hiányoznak, mivel hogy hangyákkal és termeszekkel táplálkozik elsősorban. Táplálékát oly módon szerzi meg, hogy amikor egy termeszvárra vagy hangyabolyra bukkan, akkor különösen erős és hosszú karmaival felbontja a vár vagy a boly külső falát, ezáltal előkerülnek a rovarok. Ezután a szájával és ajkaival gyakorlatilag egy csövet képez, mikor is lefújja a port a termeszekről. Ezután odatartja a szányílását a boly járataihoz és a megbontott várfalhoz, és gyakorlatilag, mint egy porszívó, felszívja az ott élő rovarokat. Ezáltal több száz, több ezer példányt is képes egyszerre elfogyasztani. Ezen kívül az ajakos medve fogyaszt különféle gyümölcsöket, egyéb növényi táplálékot, szereti a mézet, de olykor a dögre is ráfanyolodik, például a tigris zsákmány állatainak maradékára is. Az ajakos medve alapvetően jámbor és békés medvefaj, ám hogyha nézeteltérése akad fajtásaival, akkor nagyon agresszív tud lenni és mivel látása és hallása is rossz, ezért könnyen meglephető, és ilyenkor is támadással reagál, sokszor az emberi jelenlétre is. Ez a faj soha nem hibernál, ugyanis élőhelyén ismeretlen a mérsékelt égövre jellemző téli időjárás. Nagyon sokáig az ajakos medvéket bocsként befogták az anyjuk mellől, hogy táncos medvének idomítsák őket ami hát egy kínzás szegények számára. Ám de 2009 óta gyakorlatilag teljesen felszámolták ezt a népszokást Indiában, ami egy hatalmas sikerként könyvelhető el a fajvédelmében. Még egy érdekesség, hogy Rajard Kipling dzsungelkönyve című művében valójában balú nem barna medve, hanem ajakos medve. Csak az angol fordításba vették át a barna medvét, és ezáltal a rajzfilmekben is a barna medve alakját ábrázolták. Barna medve valójában él Indiában, ám de csak annak északi részein a Himalája hegységben. Az ajakos medvével soha nem fordul elő egyazon élő helyen. Az egyetlen kizárólag trópus éghajlaton élő medve a világon, a maláj medve, mely egyben a legkisebb is a medvék családjában. A hímek maximum másfél méter hosszúak és 70 kg testsúlyúak lehetnek. A kis termet, a rövid, de sűrű szőrzet és a téli álom hiánya a trópusi éghajlat meglétére alapozható, a maláj ezért egész évben aktív. A párzási időszaka bármelyik idő pontban bekövetkezhet. Ez a faj nagyon jól mászik fára, kis termete és nagyon hosszú, akár 10 cm-es görbe karmai miatt. Idejének jó részét a lombkoronában tölti, ahol gyümölcsökkel és hangyákkal táplálkozik, de fészket is építhet magából, melyben nappal pihenhet, illetve napozhat is. A malájmedrére jellemző, hogy nagyon hosszú nyelve van, melyet akár 30 cm hosszúra is ki tud nyújtani, ezzel a legszűkebb résekben élő rovarlárvákat és a mézet is el tudja érni. A malájmedve nem annyira hasonlít testalkatilag a többi medvefajra, legalábbis számomra egy Rottweilerre emlékeztet a leginkább, ugyanis a feje kerekded, viszonylag rövid, végtagjai hosszúak, vékonyak, de erősek, és kisé csámpásan jár. Ennek ellenére egy igen agresszív medvefajnak számít, melyhez nem árt óvatosan közeledni. Megtörténhet az is, ha esetlegesen egy nagy macska hátulról megragadja a medvét, akkor hajlékony bőre miatt képes és visszafordul támadójára, és erős karmai segítségével általában meg is védi magát. Az örvös medvéhez hasonlóan a maláira is jellemző a melkason egy kör vagy U alakú sárgás folt, amely miatt napmedvének is hívják ezt a fajt. Az örvös medvénél elfelejtettem megemlíteni, hogy a foltja miatt holdmedvének is hívják bizonyos területeken. Egyébként a két faj az elterjedési terület északi felén együtt is élhet egymással. Élőhelyén nagyon fontos szerepet játszik bizonyos fafajok terjesztésében, ugyanis gyümölcsük elfogyasztásával a magvaikat is terjeszti az erdőben. A pápaszemes medve abból a szempontból érdekes, hogy az egyetlen medvefaj Dél-Amerikában, és az egyetlen, ami a déli féltekén fordul elő. A pápaszemes medve hasonlít az eddig ismertetett fajokhoz abban, hogy alapszíne ugyancsak fekete, de néha azonban barnás árnyalatú is lehet. A legszembetűnőbb tulajdonsága azonban a nevében is szereplő pápa szerű rajzolat, mely az egyes medvék esetén nagyon eltérő lehet. Vannak példányok, melyeknek egyáltalán nincsen rajzolat a szemeik körül, valamelyeknek csak részleges, míg némelyeknek teljesen körbeér a szeme körül a fehér rajzolat. Ez a mintázat gyakran a mellre is kiterjed. A pápaszemes medve az andok hegység hegyvidéki köderdeiben fordul elő, de ezekről az élőhelyekről gyakran a hegyvidéki pusztaságokra és sivatagokba is ellátogatnak táplálékért. Ez a faj nem alszik téli álmot, a hidegebb beköszönte esetén inkább lejjebb vándorol a hegyvidékeken. Ennek a fajnak a feje talán a legrövidebb az összes mai élő medvefaj közül, és egy igen ősi csoportba tartozik, melyek többi faja már már mind kihalt. A pápa szemes medve jó részt növényevő életmódot folytat. Legfőbb táplálékai a broméliaférék virágzatai, melyeket egy perc leforgása alatt képes megsemmisíteni, azzal, hogy eltöri a szár részt, és ezáltal a növény több éven át várt virágzási időszaka is elmarad. A pápaszemes medve a legnagyobb ragadozó emlős Dél-Amerikában, mérete azonban mindössze 190 kg-os lehet, maximum. Nála nagyobb emlős a kontinensen csak a Dél-Amerikai tapír. Maga a pápaszemes medve rokonságában a jégkorszak idején olyan 800 10000 -10 évvel ezelőtt élt egy hatalmas termetű faj, az úgynevezett rövidfejű medve, melynek nagyon hosszú, vékony végtagjai voltak, és nevéhez hűen szinte buldogszerű feje volt. Ez a medve akár az egy tonnás testsúlyt is elérhette, négy lábon 1,8 méter magas volt, két lábra állva pedig 4 méternél is magasabb lehetett. El lehet képzelni, hogy ez még a jegesmedvénél jóval nagyobb állatot jelent. És ráadásul futni is jól tudott, nem sok állat volt tőle biztonságban abban az időszakban. A kutatók manapság azt gondolják, hogy a rövidfejű medve inkább dögevő lehetett, mint sem aktív ragadozó. Sejtik, hogy a ragadozók zsákmányát eltulajdonította tőlük, már csak a nagy mérete miatt is képes volt erre. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a későbbiekben is érdekes tartalmakat nézhessetek. Találkozunk legközelebb, sziasztok!